harmadik nap. Kezdjük úgy, hogy a második napról elvesztettük a felvételeket. Tehát itt vagyunk a kempingbe. Ma sátorban aludtunk. Itt vannak a motorok, már kitakarva. Itt a sátor, már szedjük össze. Közben elkészült a reggeli. És itt a táj. Nyakig köd. Nem látszik a közelgő nagy szikla se. Reggel 9 óra után elindultunk a kemping, ahol megszálltunk, a Zablák mellett van, pont. Az árak nem annyira vészesek, sátorban aludtunk, és kellett fizetni sátordíjat, motorparkolás díjat, személyenként díjat, és valami residence tax, ez pontosan nem tudom, hogy jön lefordítva, de azt is kellett. Mivel ilyen nagy köd van, ezért most lehet nem hegyvidékre fogunk menni, hanem ki a tengerpart fele, attól függ, milyen hamar oszlik el a köd, de előbb is visszamegyünk tankolni. Nincs motor, jó a szamár, és azt mondta. De azért ennek a ködnek is megvan a feelingje. Hogy nézed, nem tudod, hogy merre mész, hopp, belebotlasz mindjárt egy bikába. Hát egy kicsit meg fogunk kázni, vagyis csepeg az eső. Szóval megpróbálunk vonulni. Bár itt nincs is nagyon hol megállni. Igazából vagy 10% esőt mutattak 12 órára, ami 1 óra múlva lenne. Az igen. Jó. Jöttünk Nixitzből, elég nagyocska város, itt már sikerült is vásároljunk egy memóriakártya olvasót, meg egy SIM kártyát a telefonba. 10 eurós
SIM kártya, elvileg 500 GB, és elegendő 30 napig érvényes. Szegény csaj a benzinkútot nem értett angolul, a Google fordítóztam neki szerbre, amit mondani akartam. És hát nem nagyon akart elindulni a kártya, mert valamit aktiválni kell. De addig ment a kúton az összes ember után, az ott dolgozó ember után, még mindenki, valaki megcsinálta neki. Nem, nincs több, de én is beszartam. Tyúhások, nyavajások, hagy jöttör a láz. Tehát nyissátok gyorsan, hallgassátok, amit most nékem haszél. Megérkezünk lassan az öbölbe, ott látszik a tenger, még egy kicsit nehezen, de de baba, a francba terepjárókkal 70-en. Lerövidítjük itt mi. Azt hittem, ilyen csak a filmekben van. Hide a couple now. Lipcibe vagyunk. Jó, ideni kellene beálljunk. Na ez igen. Pont az öböl partján ide parkoltunk. És itt már lehet is menni le fürödni. Itt a víz. Ahogy beérkeztünk az udvarra, mindenkinek itt volt a víznek, mi vakló a gödörnek. Már mindenki át van öltözve ott, és megyünk, strandolunk egyet. És utána folytatjuk a sátorállítást. Meleg a víz? Milyen? Gyere, szaladj belé! Jaj! A vízálló? Ez vízálló. Jaj! Elindulunk Herceg-Novi fele. De most csak így lájtosan, rövidülő, rövid nadrág, kis kirándulás. Aha.
majd naplemente fele lesz szép. Kotor fele. Aha, ott bent, aha, értem. Ott voltunk kb. Két óránál, ugye? Ja, az aztán visz egy csokor virágot. Biztos nagyon rossz fát tett a tűzre. Van egy templom, igen. Thank you.
mennyi munkás? Na, szerény kis bárka. Ez van vagy 150 méter hosszú? Lóváros. Ez kint az lazán kijön elém, meg se paritjázza. Nem, semmi stressz. Aztán milyen büszkén ül ott benne a csávó, mintha limuzint vezetne minimum. Hú, de vagány. Tuktukosok megállnak, de lempula. Aha. Kijöttünk Kotorból, és eljöttünk felfele a hegyen, Cetinia fele, szép magyarul betűzve, és olyan szerpentinek lesznek, hogy szerintem kettőbe törik a motor, ha ezeket a kanyarokat bevesszük. És itt nagyon magasan vagyunk már, de méterek alatt sokat emelkedünk. Látszik az út, ahol feljöttünk. Jól veszem észre, akkor minden kanyarban van egy ilyen idézet és egy kanyarszám. If you can dream, a 21-es. If you can love, az volt a 20-as. Volt if you can love, így mint sorba, kanyaronként.
mind néztem, hogy if you can, hát gondoltam, de most már kezdem összelekni, hogy minden, hát hogy a 21. kanyar. És csak lássuk, hogy 22-es lesz-e, és valami idézet, aha, 22-es. Then you are live. Alive, ja. Igen. Mi volt az elsőné? Egyel visszább. If you can dream, then you are alive. Miau. Papi, mami, papi. Új, a tükör, áj, de közel volt. De itt van a 23-as kanyar. Nem látok idézetet. Itt nincsen már. Későn vettük észre, hogy nem tudtuk összerakni. Eltértünk a Nyegosz mauzóleum fele, 12 kilométer, és itt ez fizetős. Ahogy eltértünk, meg is állítottak, hogy fizetni kell. 2 euró volt? 3? Személyenként. Hát igen. Újabb lélegzetáll állító kilátás kotori öbörre. Van kötőd. Tehát ez lenne a Nyegosz mauzóleum. Ide 8 euró belépő per föl, hogy megnézzünk egy halott csávót. Nem volt kedvem 8 eurói halottokat nézni. És azért jó, hogy ha motorral vagyunk, mert itt csak motorok parkolhatnak. Kocsik csak távolabb. Amúgy van itt egy étterem is, vagy csak inni lehet, azt nem tudom. Mennyin? 1616. Na, bum, menjünk. Indulunk Cetinje, Budva útvonalon. Cetinje, lassacskán.
hogy beszóltam? Várj, itt mi megállok. Ez az, nagyon jó helyt vagyunk. Csak ne a mozgás sérülthöz. Hát... jó! Miért jó motorral közlekedni? Itt parkolunk pont az asztalunk mellett. És persze, hogy valami hülyeséget teszünk megint. Mit teszel, Kató? Nem tudom. Én nem tudom. Úgy néz ki ezen a plakáton, mintha valami sarki, aluljárós, giroszos lenne. De ahhoz képest nagyon jól megterítettek itt nekünk. És eszünk. Finom? Nagyon finom. Finom. Jó a... Mics? Jó a csicsi. Ó, csicsi. 10 darab van benne. Csává csicsi. Lennek legyen feküdni. Lennek alszunk őket. Megisszük a kávét is, aztán akkor megyünk tovább. Irányburgba megyünk tengerpartra. Kató szeret fürödni. Ti célunk Budva. Még mindig a 3-as panoráma úton vagyunk. Csinálom a vlogot, Kató. Csinálom a vlogot és beszélek. És annyira érdekes, hogy itt tudával köszöntenek, elengeded őket, mert ugye ők a 60-as nem tartják be, sietnek. De ha nem engeded el és mennének, akkor is ugyanúgy tudálnak. Tehát a tuda az mindenre jó itt. Lesz valami kukker. Azt a betyár, de jól mutat. Aj. Budva panoráma. Igen, igen. Nem elég, hogy majdnem elüti, még áll, elütik őket, még áll és bámészkodik, hát tényleg elüti valaki. Aha. Hát nem tudom, hogy... Ugolj le, Kató. Boretti faluba, városba vagyunk, Avala kempingbe. Igazából úgy néz ki, mint egy kommunista időben leharcolt kemping, de van helyünk, két motor, 4 személy, egy sátor, 12 euró egy napra. Hát, németül beszél az úriember, az idős tata, nagyon rendes ember, nagyon szeretett bennünket. Olcsóbb a lopásnál. Rögtön meg is tárgyaltuk két szakát, minimum itt maradunk. Nappa perc elkorbászolunk innen.